Tisztelt hallgatóság! Én először bio- és gyógyszermolekulák mikrospeciációjáról szeretnék röviden beszélni. Biológiai szervezetekben és analitikai, illetve diagnosztikai rendszerekben alapvető fontosságú a pH ismerete. A közeg pH-ját a benne található, protonálható funkciós csoporttal rendelkező molekulák határozzák meg. Amikor egy molekula csak egy protonálható csoporttal rendelkezik, akkor az ő protonálódása, illetve diszociációja az ábra bal oldalán látható folyamatábrával írható le, és erre egy protonálódási állandó használható ennek a jellemzésére. Biológiai molekulákban azonban leggyakrabban több mint egy protonálható csoport fordul elő, például az aminosavakban. Erre az legegyszerűbb példa az ábra jobb oldalán látható glicin, amely kettő protonálható csoporttal rendelkezik, egy amino, illetve egy karboxil csoporttal. Amikor az egyszeres negatív töltésű, teljesen deprotonált glicin részecske egy protont fölvesz, akkor az a proton az megkötődhet a karboxilát csoporton, ekkor egy töltésmentes glicin részecske alakul ki, de az első lépésben a proton az megkötődhet az amino csoporton is, ekkor az úgynevezett ikerionos glicin szerkezet alakul ki. A protonálódás második lépésében a második proton meg a fennmaradó egyetlen egy protonálható csoportra fog kapcsolódni, ekkor alakul ki a glicin egyszeres pozitív töltésű, teljesen protonált állapota. A folyamatábra tehát mutatja a részecske specifikus glicin lehetséges részecskéit, és ezt nevezzük mikrospeciációs sémának, amin láthatók a mikroszkopikus protonálódási állandók. Az alatt látható a makroszkopikus protonálódási séma, illetve a két makroszkopikus protonálódási állandó. A mikrospeciáció biológiai relevanciája az egyáltalán nem elhanyagolható. Például fehérjékben a megfelelő aminosav rezidumoknak a megfelelő protonáltsági állapota elengedhetetlen a megfelelő konformáció, illetve a fehérjék funkciójához. Az általunk vizsgált molekula az az ovotiol, amely a szerkezeti képletéből is látszik, hogy 5 protonálható csoporttal rendelkezik. Ezek növekvő bázisítás sorrendjében a következők. Egy pirol típusú nitrogén, tiol vagy egy merkapto csoport található benne, egy karboxil csoport, egy imidazol típusú nitrogén, illetve egy arifás primeramin. Ez a molekula először tengeri sünpetékben lett izolálva, egy hisztidin származék, amely a tiol csoportjának köszönhetően antioxidáns tulajdonsággal rendelkezik. Az ovotiollal kapcsolatban külön említést érdemel két tulajdonsága. Az egyik, hogy a molekula tömegéhez képest a legtöbbféle protonálható funkciós csoporttal rendelkezik az ovotiol, és esetleg ennek köszönhetően is a természetben az egyik legsavasabb tiol csoporttal rendelkező vegyület. Az ovotiolnak nagyon sok funkciós csoportjainak köszönhetően egy lehetősen komplex mikrospeciációs séma írható fel, és az ovotiolnak ezt a mikrospeciációs sémának felderítését tervezzük véghez vinni. Az ovotiol egy olyan antioxidáns vegyületeknek családjába tartozik, amelyek rendkívül fontosak szervezetek reaktív oxigén gyökeinek semlegesítésében. A reaktív oxigén gyökök felhalmozódása, illetve ezeknek semlegesítése nagyon nagy a terápiás jelentősége, főleg mivel legutóbbi eredmények szerint bizonyos betegségek, mint például daganatos betegségek vagy neurodegeneratív betegségekben fontos szerepet játszanak a reaktív oxigéngyökök. Az emberi szervezetben az egyik legjelentősebb antioxidáns rendszer az a glutation, illetve az oxidált glutation-diszulfid rendszer.
Éppen ezért tervezzük az ovotiolt glutationnal létrejött rendszerben is nézni. Egy redoxi folyamatot fogunk vizsgálni, amelynek első lépésében egy glutation oxidált ovotiollal reagálva glutation-ovotiol heterodiszulfit keletkezik, miközben egy ovotiol szabaddá lesz, tehát redukált ovotiol keletkezik, majd a második lépésben még egy glutation molekula a glutation-ovotiol heterodiszulfiddal reagál, miközben glutation-diszulfit keletkezik, és a második ovotiol is redukálódik. Ennek a redoxi folyamatnak a jellemzését tervezzük megfejteni az ovotiol részecskék, illetve a glutationnak a mikrospeciációnak ismeretében. Az általunk használt módszerek elsősorban pH-NMR titrálások, de nagyon fontosak az ovotiolnak a modellvegyületeinek előállításai is. Ezekkel a modellvegyületekkel tudjuk modellezni azt, hogy milyenek a különböző protonáltsági állapotú ovotiol vegyületek. Például az S-metil ovotiollal azt tudjuk modellezni, amikor a tiolát csoport protonálva van, az ovotiol amiddal a karboxilát csoportnak a protonálódását tudjuk, protonáltsági állapotát tudjuk modellezni, az S-metil ovotiol amiddal pedig mind a tiolát, mind pedig a karboxilát csoport protonáltságát tudjuk egyszerre jellemezni. Jelenleg ebben a kutatási fázisban vagyunk, hogy ezeket a modellvegyületeket és egyéb ovotiol származékokat szintetizálunk. Köszönöm a figyelmet!